Az ütemterv szerint haladnak a szadai óvoda építési munkálatai. Az alapkő letételére idén márciusban került sor. A Jövőnk a gyermek óvodai kapacitás bővítés szadakösségben elnevezésű projekt várhatóan augusztus végére fejeződik be. A tervező, a kivitelező és a műszaki ellenőr, valamint az összes dokumentum alapján tervezett ütemben haladnak, tehát minden esélyünk megvan arra, hogy augusztus 23-ára az eredeti határidő szerint elkészüljön. Ez azért lenne jó, mert a nagyközségi cím fel vagy visszavétele éppen egybeesik ezzel a dátummal, ez a tervezett dátuma ennek, tehát bizonyára a szokásostól eltérően nagyobb községi ünnepséget fogunk rendezni. Ennek nagyon szép pillanata lehet az, hogyha az óvoda célszalagját is át tudjuk vágni. Vécsei László polgármester beszélt arról is, hogy az átadás után az óvoda környezetével, parkolóval kapcsolatos beruházások következnek. Az óvodánál maradva ez egy hosszú folyamat lesz, ugye a pályázati pénz és a vállalt önrész az olyan 210 millió forint körüli összeg volt. A mai állás szerint a minimális eszközbeszerzéssel, az udvarra parkolók olyan kiképzésével, amilyet azért szívünk szerint szeretnénk, körülbelül 270 millió forintba fog kerülni ez az egész beruházás. Ehhez kapcsolódóan, ha körülnézünk, ugye a megközelítési lehetőség, tehát a Rákóczi útnak és a postaköznek a teljes rendbetétele, a villanyvezetékeknek, kábeleknek a föld alávitele, egy kulturált parkoló kialakítása a település központban, a központi üzletekhez, intézményekhez a feljárás biztosítása, tehát itt egy szép lépcső építése. Tehát konkrétan ehhez a beruházáshoz is további beruházások, alapvetően útépítési jellegű beruházások kapcsolódnak. De azt is érdemes megemlíteni, hogy az óvodának a jóságát többek között az fogja megadni, hogy az alsó része, az alsó kijárata az a mélyjárokra, patakpartra nyílik. Ezt már tavaly előtt elkezdtük, hogy a patakpart szépen átjárható legyen. A televízió is tudósított róla, amikor az összetartozás emlékművét, Trianon kapcsán állított emlékművét felavattuk, és azt a kis emlékművet és onnan a székelykerthez a feljárás lehetőségét szeretnénk még az óvodához biztosítani. Ezáltal az óvodások, ha a foglalkozásnak vége van, akkor egy patakparti sétányon a székelykertig mehetnek, ott játszhatnak, ha olyan van, akkor kiállítást is nézhetnek. Tehát igyekszünk szervesen összekapcsolni a település központban tartozó intézményeket, és mindezt megmutatni akár a gyerekeknek is. Az épület tervezését ismét Jánosi János Ybl-díjas tervező szakértelmére bízták, aki eredményesnek tekinti az alapkő letétele óta történt változásokat. Egy kicsit fordított munka volt, mert itt a földből volt nehéz kijönni az építkezésnél, mert olyan talajadottságok vannak itt a patak mentén, amivel egy nagyon komoly cölöplapozást kellett ehhez az épülethez csinálni. Az egy hosszadalmasabb és egy komolyabb feladat volt, de hát ugye minden háznak az alapja, mert megfelelő alapokra kell építeni, ugye ezt már régóta tudjuk, úgyhogy ez szerencsésen megtörtént. Itt körülbelül 6 méter mélységben cölöpalapozás készült, ez az óvoda ezen áll gyakorlatilag, és annak megfelelően egy gerendarácssal, és utána már felgyorsultak a munkák, és ahogy most látjuk a háttérben is a falazások, és gyakorlatilag már az építkezésen faanyag is van, a tető fog nem sokára indulni, amely nem egy egyszerű tető, de hát itt az a formavilág és az a gondolatvilág, amit szeretnénk a gyerekeknek adni, az ehhez megfelelő. Úgyhogy már a kopácsolásból talán hallani is, hogy az ácsok megkezdték a munkát, úgyhogy még gyorsabban és még hatékonyabban fog ezentúl talán a májusi arany ellen is a védelem heteken belül fölállni. A tervező szerint már kirajzolódik a körülbelül 700 négyzetméteres épület elrendezése, melyben ősztől három óvodás csoport töltheti mindennapjait. Három csoportos óvodáról beszélünk, ami körülbelül 700 négyzetméteres épületről van szó, és hát ahogy említettem, az a formavilág, ami ehhez kell, és a gyermekeket körülöleli, alig vártam már, hogy a falak elinduljanak, és láthatóvá álljon az a tér,
amely kifele a posta köz, bocsánat, a Rákóczi út fele, itt mögöttünk a hossz oldalon, a meglévő faluképekre kicsit gömbölyded kis kiálló épületekkel taglalja, vagy egy kicsit osztja meg ezt a hosszú épületet a helyszín és a telekadottságokból úgy, hogy itt, ahol most állunk a belső udvaron, mindegyes kis kerekcsoport szovához azok a csoport kertek és játszó részek meglegyenek, ezért az épületet kitoltuk gyakorlatilag a Rákóczi út vonalára, ott a kis épületekkel köszönünk vissza a szembe lévő régi hagyományos falusi beépítésre, itt pedig belül csendes játszókertek lesznek a gyerekeknek. A falazások egy speciális téglával mennek, amelyek önmagukban tudják azt a jó hőszigetelést, ami már a mostani korszerű szabványoknak megfelelő. Talán majd képeken is látható lesz, hogy a téglák hőszigeteléssel vannak kitöltve, ez egy speciális tégla, az üregek gyakorlatilag 24 centi hőszigetelés van ezekben a téglákban, és így egy plusz rátét hőszigetelés nélkül tudjuk már a legkorszerűbb a 2020-ban lévő szabványnak is azt a hőszigetelést megoldani, ami külön hőszigetelés nélkül, és így talán a fűtési költségek is csökkenthetők lesznek. És ezek a falazás, ez egy speciális volt a kerek terek miatt. Itt az nyitása a tégla, hogy nyílik, a belső élet egy kicsit megfaragtuk ezeknek a tégláknak, és akkor a külső élenek megfelelően az a határon belüli 3-4 centi hézagon kívül, és a függőleges fogák is ki vannak töltve, hogy azok a hőszigetelési szabványok megfelelőek legyenek. Az építkezéssel párhuzamosan folynak az eszközbeszerzési munkálatok, mikor is kiválasztásra kerülnek a csempék burkolatok, melyben a négy őselem színei köszönnek majd vissza. Most éppen a mai nap folyamán hoztuk ki azokat a burkolat kiosztási rajzokat, amiből pontosítjuk, hogy már előrelátva, hogy milyen csempéket kell venni, hogy azok is ennek az épületnek megfelelően és összhangban készüljenek. Úgyhogy ezeknek már az előbeszerzése és előkészítése folyik, hogy milyen színű linoleum a három csoportban, három csoportnak megfelelő különböző szín lesz. Ezeknek a színezésénél például a négy őselem, a víz, a tűz, a levegő és a földnek megfelelő színeket használunk ezek a csoportszobákban. A vizes blokkokban megjelennek ezeknek, akkor már ugye előkészítjük, hogy a csempe kiválasztása ne az utolsó pillanatban történjen, a marmóleum, linoleum kiválasztása ne az utolsó pillanatban történjen. Az óvodaépítés során az intézmény vezető feladatai közé tartozik a bútorok belső és külső játékok kiválasztása az óvónők előzetes igényfelmérése alapján. Engem a beruházók és a tervező Jánosi János arra kért meg, hogy a leendő óvodának az eszközbeszerzését próbáljam összeírni saját tudásom szerint. Azon kívül kaptam egy eszközlistát, tehát van egy olyan eszközlista, amit minden óvodának, az újonnan épülő óvodáknak be kell tartani, tehát meghatározott, hogy mennyi széke legyen, asztala, tévéje, videója vagy egyéb felszereléssel rendelkezzen. Az eszközlista pályázat az udvarra is kiterjed, tehát fajátékokkal lesz felszerelve az udvar, ezt a teraszosságot figyelembe fogja venni. Láttam már a tervezésnél a játékokat, hogy milyen lesz. Nagyon aranyos kis fajátékokat tervezte, fa kis állatkákat is fognak, mert óvoda bölcsöde csoport is lesz itt, és ezért kicsit a gyerekekhez közeli házi állatokból terveznek kis szobrokat. Vejc Magdolna a természetes anyagokat részesíti előnyben a belső kialakítás során, a későbbi dekorálásról pedig az óvónők gondoskodnak. Mi a természetes anyagokat tartjuk, tehát a fa, például mi a veszőkosarakba tartjuk a játékainkat, nálunk a meglévő óvodában minden fenyőbútorból készült, ugyanezt a stílust próbáljuk ide is behozni, hogy itt is fenyőbútorból készüljenek a bútorok, az asztal, a szék szintén, akkor, tehát mivel, hogy természetes anyag, tehát anyagába, a függönyökbe is próbálunk harmonizálni a színekkel, az anyagokkal és ilyen jellegű berendezési tárgyakat szedtünk össze. Az óvoda építésének folyamatáról később is beszámolunk.